Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ma Krisztus Király ünnepe van. Püspök Atya szándékára ajánljuk fel ezt a szent misénket. Hogy méltó legyen a közös ünneplésünk, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiadban a mindenség királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Láttam az éjjeli látomásomban, hogy íme az ég felhőjén valaki közeledik. Olyan volt, mint az ember fia, amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma, örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr országból, királyi fölségre öltözött. Az Úr országból, királyi fölségre Szent Leszke a jelenések könyvéből. Testvéreim, Jézus Krisztus hőséges tanú elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s atyának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Nézzétek, közeledik a felhőkön. Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrtak. A föld minden népe veri majd a mellét, igen, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, s aki eljön, a mindenható. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt: magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte: tehát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe, mit tettél? Ekkor Jézus így szólt: az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére, de az én országom nem innéd való. Pilátus megkérdezte: tehát király vagy? Jézus így felelt: te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Köszönöm a kedves testvéreim! A mai ember úgy érzi, és sokszor
Kerek Ferenc ki is mondja, hogy ebben a mai világban nincs már szüksége az Istenre, nincs szüksége Jézus Krisztusra, hiszen az ember, aki a teremtés ura lett, az ember, aki a kezében hordozza a földet, annak az irányítását, tehát ő saját magát gondolja Istennek, mindenhatónak, száműzi Jézust az életéből. És akkor azt is látjuk, hogy milyen törékeny az ember. A mostani események is ezt mutatják. Európa száműzi az Istent, száműzi Jézust az életéből, a történelméből. Elvágja a keresztény gyökereket. És Krisztus nélkül csak ilyen dolgokat lehet tenni, amit a sátán irányít. Háború, gyűlölködés, terror. Elvágjuk a keresztény gyökereket, és Krisztus helyett behívjuk az iszlámot az Európába, az életünkbe. Milyen kevés kell ahhoz, hogy ez a büszke ember, a magát Istennek gondoló ember legyőzött legyen. És ma ezen a szép ünnepen különösen is rátekintünk mi Krisztusra, az élet és halál urára. Rátekintünk az ég és föld királyára. Mert az igazi győzelem, az igazi gyógyulás az egyedül csak nála van, és egyedül csak vele van. Ő maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nekünk ezen az úton kell járnunk, vele, és nem nélküle. Ha megnézzük az Ószövetséget, akkor láthatjuk, hogy az ószövetségi nép is sokszor használja Istenre a király képet. Nagyon érdekes, már az ószövetségi próféták megjövendőlik Jézus Krisztusnak az áldozatát. Egy párat kigyűjtöttem, például Malakiás próféta megjövendőlte, hogy a bűnös áldozatok helyébe majd Krisztus áldozata fog lépni. Azt mondja a próféta, ezt írja, én vagyok a nagy király, mondja a seregek ura, és nevem félelmetes a népek között. Vagy nézzünk a Zsoltárból, a 10. Zsoltár azt írja, az Úr király örökre. Aztán a 22. Zsoltár, az Úré a királyság, ő uralkodik a népeken. Krisztus nyilvános működés elejétől kezdve hirdette, hogy ő mindennél erősebb, és hogy győzelmet arat a sátán fölött, a világ fejedelmén. És hiszem azt, hogy ebben a világban nem a sátáni az utolsó szó, hanem az Istené, a megváltónké, Jézus Krisztusé. Krisztus halála előestéjén figyelmezteti övéit, hogy ne féljenek. Bízzatok, mert legyőztem a világot. Mi által mutatkozott meg ez a krisztusi győzelem? Hát a kereszt halála, a feltámadása által mutatkozik meg konkrétan és végérvényesen. A feltámadott Krisztus győzött a bűn fölött, győzött a halál felett. Szinte magunk előtt látjuk az evangéliumi képet, amint Krisztus ott áll vádlói előtt, ott áll Pilátus előtt. Jézus nem foglalkoztatják az ítélet hozatal előtti pillanatokban, nem foglalkoztatja őt sem a politika, sem a vallási kérdés. Ő életében mit csinál? Tanított,
csodákat tett, gyógyított, és most kiszolgáltatottan ott áll Pilátus előtt, megalázottan, vár az ítéletre. Annak az ítéletére vár, akinek valójában nincs is hatalma fölötte. És Jézusban nincs ott az indulat, nincs ott a háborúskodás, nincs ott a gyűlölet, nincs benne félelem. Ő meghajol a mennyei atya akarata előtt, és elindul, kész elindulni a szenvedés útján. Elindul a halálba vezető úton, az embereknek megváltást szerző úton. És ahogy mondtam, Jézus az igazság, és az ő küldetése az, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a hatalom, a gazdagság, a békesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Szent Pál írja az első korintusi levelében, addig kell uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. És már látjuk a második eljövetelét, a végítéletkor, amikor eljön a felhőkön át, hogy meghozza az ítéletet. Szépen nyilatkozott erről a Krisztusról Juhász Ferenc író. Azt írja Krisztusról, követni őt csak néhány lépésre is tiszta szeretettel lehet. És tovább, mindig emberebb emberként. És még tovább, emberségünk Krisztusiasságával, áldozatos Jézus ragaszkodással lehet. Amíg az angyalok nem fognak tiltakozni, hogy megálljunk, mert mi emberek vagyunk. Ne akarjunk se többnek, se kevesebbnek lenni, csak Krisztus követő embernek. Kedves testvéreim, ezt a Krisztust, az ég és föld királyát követni a szeretetben, ott, ahol élsz, abban az életállapotodban, gyerekként, diákként, fiatalként, felnőttként, öregként, egészségesen vagy betegen, a családodban, házastársként vagy egyedül, Krisztust követni a szeretetben, fölmutatni ezt a világnak, és az irgalomban, a megbocsájtásban. És ne felejtsük el, hogy december 8-án megkezdjük az irgalmasság szentévét. Most ennek a jegyében kell megélnünk ezt a szentévet. Krisztus végtelen szeretetében, az irgalmasságban és a megbocsájtásban. Ezen a szép ünnepen mindenki tegye föl magának a kérdést, és válaszoljuk is meg a szívünkben, a lelkünkben. Kicsoda számomra Jézus Krisztus? Kicsoda számomra Krisztus király? Tudom-e őt követni? És ha igen, meddig tudok elmenni vele? És járjunk úgy a világban, kedves testvéreim, hogy mindig legyen bennünk az a tudat, hogy mi keresztények a nagy királynak vagyunk a hírnökei ebben a világban. És ehhez adjon nekünk kegyelmet, erőt, a mi Krisztusunk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
alászállt a poklokra, támadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, ami Urunk a királyok királya és az uralkodók ura, hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket. Te vagy Urunk az örök és egyetemes király. Terjeszd ki szerint uralmadat minden emberre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy Urunk a szentség és a kegyelem királya. Szenteld meg egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy Urunk az igazságosság és a béke királya. Adj békét a népeknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy Urunk a szeretet és az élet királya. Erősítsd meg a keresztény családokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy Urunk a jóság királya. Gondviseléseddel gyámolítsd minden embert. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, hittel valljuk, hogy Te vagy a mindenség királya. Irgalmas jóságoddal hallgass meg esdeklő népedet, és áld meg örökségedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, ahogy múltkor hirdettük, mai persely adományunk országos gyűjtés a Caritas javára, azaz a Szent Erzsébet napi gyűjtés. Köszönjük az adakozást! Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg minden népnek, szent fiad, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadat, ami Urunkat, Jézus Krisztust, az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented, hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul felajánlja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalma alá vetett minden teremtményt, az örök és egyetemes országot mérhetetlen fölségednek átadja. Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke.
és ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk a támadásodat, amíg el nem jössz. És ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség te veled. Békesség te veled. Békesség te veled. Isten bárányaim, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. A halhatatlanság eredelét magunkhoz véve kérünk, Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy kedden délután 5 órakor itt Nagykozárban csendes szentmise lesz elhunyt szeretteinkért, akiket a novemberi közös szentmisékbe ajánlunk. Jövő hétvégén megkezdődik az új egyházi év, advent első vasárnapja. Advent időszakában szombatonként, így már jövő szombaton is, reggel 6 órakor itt a Nagykozári templomban hajnali roráté áhítat lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ugyancsak jövő héten szombaton este 6 órakor Gyárvároson diákmise lesz. Szeretettel hívom a gyerkőcöket, a fiatalokat, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. És egyben ez a szentmise lesz a Mikulás misénk is. Ekkor jön el közénk Szent Miklós püspök, megelőlegzi a bizalmat, és egy héttel előbb fog most meglátogatni bennünket. Jövő vasárnap, advent első vasárnapján, a szokott időben 8:30-kor kezdődik itt Nagykozárban az istentisztelet. Most fogadjuk a szentmise áldását. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva újból fohászkodom. Buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távollevőket. A te benned bízva munkája után lát, hullasd munkájára áldásod harmatát, hogyha vész rohan rám, és tőle kér segélyt, jóságos kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra hálattel szívvel dicsérjünk téged, most és mindörökké. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével.